Most pár tippet fogsz hallani azzal kapcsolatban, hogy hogyan fejlesztheted az ismerkedési készségeidet, de igazán akkor fogunk neked tudni segíteni, hogyha felkeresel minket, hogy személyesen és hatékonyan foglalkozhassunk veled. Tehát, min érdemes dolgoznod? Első körben a kommunikációdon, hiszen a kommunikáció mindennek az alapja. Ugye azt szokták mondani, hogy beszélgetni olyan nagyon könnyű, hát igen, akinek valóban ez magától értetődő, annak valóban könnyen megy, de van egy jó hírem, elsajátítható a beszélgetés technikája és fortéja is, ugyanis minden beszélgetésnek van egy forgatókönyve. Először is neked muszáj egy kicsit megnyílnod és kinyílnod a másik felé, hogy egyáltalán kapcsolatba tudj vele lépni. Nagyon fontos, hogy kérdezz, hogyha válaszolnak, akkor reagálj a kérdésekre, hogy megpróbáld nyugtázni azt, amit a másik mond neked. Nagyon fontos, hogy érdeklődve hallgasd a partneredet, és nagyon fontos az is, hogy te magad is érdeklődj bizonyos témák iránt. Hogyha van valami, ami iránt lelkesedsz, amiről nagyon szeretsz beszélgetni, akkor érdemes már rögtön ezzel indítanod. És az is fontos, hogy közös pontokat tudj gyűjteni a partnereddel. Tehát minél több közös érdeklődési kör tudsz felfedezni, közös témátok van, annál gördülékenyebben fog haladni az egész beszélgetés. Azonban nagyon fontos az is, hogy kölcsönös legyen a párbeszéd. Tehát ha azt veszed észre, hogy egy ideje csak te mozgatod az egész kommunikációt és szituációt, akkor abból lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit kimozdulnod, mert az nem jó, hogyha kizárólag te fektetsz és te teszel energiát az egész beszélgetésbe.